Szeretettel köszöntök mindenkit a videósorozatunkba. Most még egy videót készítek arról, hogy hogyan kell feltelepíteni Active Directory DHCP DNS kombót egy Windows szerverre. Mielőtt elkezdenénk ezeknek a szolgáltatásoknak a telepítését egy szerveren, célszerű a szerverbe pár beállítást megtenni. Az első és legfontosabb, vagy nekem legalábbis leghasznosabb, hogyha ugye magát a számítógépet átnevezem, hogy a Windows általában ad valamilyen furcsa számítógép nevet a számítógépnek, én most már átneveztem Minatónak, ugye egyébként itt a beállítások módosításával lehet megtenni, csak mivel újra kell hozzáindítani, az én ezt most nem csinálom meg. Mindegy, átállítottam egy egyszerű nevet a számítógépnek, illetve ami még fontos, hogy jelen pillanatban a szerverben még csak egy hálózati kártya van, mert most még nincs rá szükségünk, hogy csatlakozzunk az internetre vagy más szolgáltatásokat. Tulajdonképpen most csak egy kiszolgáló akarunk lenni, akikhez csatlakozhatnak majd számítógépek. A lényeg, hogy az adapter beállítások módosításában célszerű már most elnevezni a hálózati kártyát. Azért, hogy majd, hogyha esetleg több hálózati kártya lesz, akkor könnyebben tudjuk azonosítani, hogy melyik hálózati kártyán milyen hálózatot szolgáltatunk, és még most célszerű adni egy fix IP címet ennek a hálózati kártyának. Én egy C-osztályú címet adok, mert általában pár gépet szoktam kiszolgálni ezekkel a szerverekkel, iskolai környezetben is általában elég szokott lenni. Az, hogy mi a cím, az végül is rá van bízva a felhasználóra. Én nekem ez a szimpatikus cím, úgyhogy ez lesz az én szerveremnek a címe. IP címe is, hogyha ez megtörtént, megvan a saját neve, meg az IP címe, akkor el lehet kezdeni a telepítést. Ettől függetlenül persze úgy is települhet ez a Windows Server Active Directory, tehát a Windows Server úgy is lehet telepíteni Active Directory kiszolgálót és DHCP-t és DNS-t, hogy ezeket a beállításokat nem végeztük el. Amikor elindul a Windows Server alapértelmezetten, elindul ez a kiszolgáló kezelő irányító pult, onnan szerepkörök és szolgáltatások hozzáadásával indíthatjuk el azt a szerepkör hozzáadást, varázslót, amivel tulajdonképpen ez a Windows Server fel tudja telepíteni ezt a szolgáltatást saját magára. Kiválasztom itt ezt az Active Directory tartományi szolgáltatást, majd a DHCP kiszolgálót és a DNS kiszolgálót, és elkezdem nyomkodni a továbbot, mert az varázsló viszonylag jól be van állítva az, hogy elinduljon ez a telepítés, és ilyen beállításokat végez a számítógép a függőségek szempontjából, aztán majd elindul a telepítés, és ez a telepítés, hát ez egy időigényes folyamat is lehet, főleg, hogy virtuális gépen vagyunk, hogyha valakinek valami nagyon jó szervere van, nagyon jó fizikai hardvere van, akkor ez egy lényegesen gyorsabb folyamat is tud lenni. Mindegy, az a lényeg, hogy mindenféleképpen egy kicsit időigényes, ezt meg kell várnunk. Ha végzett a telepítéssel a gép, akkor azt mondja, hogy még konfigurálás szükséges. Én most bezárom ezt a felületet, és itt az irányítópult tetején figyelmeztet is, hogy aktív direktori tartomány szolgáltatások elérhetővé válnak, és akkor a számítógépet célszerűen léptetni tartományvezérlővé. Ugye most fogom létrehozni a új erdőként azt a tartományt, amihez majd kliens gépek fognak csatlakozni, amit ez a szerver fog vezérelni, konoha.local lesz a neve. És tulajdonképpen most fogja majd véglegesíteni a telepítést. Ez a telepítő, meg kell adnom a jelszót, gyorsan megadom, majdnem sikerült. És most még csinál egy saját belső ellenőrzést, ugye ez a kis szolgáltatás beállító varázsló. Aztán, hogyha ez lefut, remélem, hogy sikerülni is fog. Ez megint egy kis időigény lesz. És egy ilyen rövid áttekintést ad arról, hogy mi az, amit majd fogunk csinálni, vagy szeretnénk csinálni, illetve maga ez a
konfigurálási varázsló fog megcsinálni. És hogyha van egy pipetta legaljább, az azt jelenti, hogy az előfeltételek ellenőrzése annyira sikeres volt, hogy el tudjuk kezdeni ezt az előléptetési telepítést. Rányomunk a telepítés gombra, itt megint várnunk kell egy picit, ez megint időigényes folyamat lehet. Hát most a rendszer hamarosan ki fog léptetni, azt mondja. Bezárom, megvárom, hogyha kiléptet, akkor addig leállítom a videót. Sikerült is újraindulni a szervernek. Most megpróbálunk belépni. Akkor lehet, hogy kicsit lassabban indul. De nem, egész villám. Megvárjuk, amíg el is indulnak a telepített szolgáltatások. Az megint valamennyi idő. Nyilván egy brutál gépen gyorsabban el fog indulni. Na, sikerült is elindulni a szolgáltatásoknak. És akkor amit célszerű megtenni, az, hogy egy DHCP hatókört hozunk létre. Itt ez a DHCP konfigurálás befejezése, ez nem tudom, hogy mit akar, de talán annyi, hogy végrehajtom ezt a konfigurálást, és kész. És az eszközökből, hogyha ez megvan, a DHCP menüpontot kiválasztva, itt a Konoha lokálba létre tudok hozni egy új hatókört, amit azért teszek meg, hogy egyrészt azonosítani tudjam. Ez mondjuk lesz a termek nevű. Hát, hogy adjak neki egy kezdő címet, amit már elfelejtettem, de szerintem valami ilyesmi lesz. És kiosztok neki még egy 150 körüli címet, vagy mit tudom én. Az egyik, hogy maradjon valamennyi, hogyha esetleg kell nekem majd később valami. Bármit beállítanék, mindegy, a lényeg, hogy most beállítok ide mondjuk egy 155-et, mert ez egy szimpatikus szám. És az útválasztó az legyen mondjuk, majd most nem olyan fontos, de azt szeretnénk, hogyha ez a gép natolna, csak annyira nem látom számokat, hogy kifolyik a szemem. Pitty. És akkor be is állítottam mindent ahhoz, hogy ez a számítógéphez kliensek tudjanak csatlakozni, és majd ezeken a klienseken én viszonylag jól tudjam szabályozni, hogy mi történik. Nagyjából ennyi a DHCP DNS Active Directory szolgáltatásokban egy tartományvezérlésnek a telepítés. Ez az első lépés, és akkor majd a következő videóban tovább megyünk, hogy mire jó ez, hogy ez van nekünk. Köszönöm szépen a figyelmet!